Két és Violet ikertestvérek, akiknek az élete szoros kapcsolatuk ellenére is nagyon különböző irányba halad. Mindketten különleges képességgel születtek. Erős megérzés ez emberekkel, helyzetekkel, a jövő történéseivel kapcsolatban. Felnőve azonban nagyon másképpen viszonyulnak különös adottságukhoz. Míg Két minden igyekezetével azonban, hogy elnyomja és hétköznapi életet éljen, addig Vi a maga teljességében kibontakoztatja és médiumként keresi kenyerét. Egy őszi napon Vi megérzi egy közelgő földrengés lehetőségét, testvére pedig a katasztrófa pontos dátumát. Olyan információ ez, amelyet nem tarthatnak meg maguknak. Nagy média nyilvánosságot kap tehát a jóslat, és a feszültség szinte tapinthatóvá válik, ahogy a megjelölt dátumhoz közeledünk. Curtis Sittenfeld egy sor fontos témát felvonultat a Sisterland című könyvben. Szülői lét, faji kérdések, párkapcsolati gondok és a média által alkalmazott pánikkeltés. A kötet fordítóját, Bosnyák Viktóriát először a szerzőről kérdeztem. Kezdjük azzal, hogy Curtis Sittenfeld egy hölgy, mert ezzel a keresztnévvel akár úriember is lehetne. Egy épp csak a 40-hez közeledő amerikai író, akit nagyon irigylek. Ugyanis ő csodálatos egyetemeken tanult, de ami a legcsodálatosabb és legirigylésre méltóbb, az, hogy írni végül az Iowa-i Writers Workshopban tanult, ami a világ legjobb íróiskolája, ahol olyanok tanítottak, mint Kurt Vonnegut vagy Philip Roth. Tehát a legnagyobbak tanítottak és a legjobbak tanultak itt. Nem csoda, hogy Curtis Sittenfeldből is egy igazán élvezetes, jó szakmáját ismerő és egyébként tehetséges író lett. Mi a műfaja vajon ennek a regénynek? Én ezen töprengtem, miközben olvastam. A legfőbb vonása szerintem a pszichológia. Én azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatokról és a lélek rezgüléseiről, de közben a mindennapokról is szóló könyv ez. Tehát, hogyha túlságosan azt mondom, hogy van benne ezotéria, akkor megijednek azok, akik az ilyesmitől idegenkednek, holott ez csak igazán egy vonulata a dolognak. Ugye ez egy ikerpár története. Miben különböznek és miben hasonlítanak ők? Hát ez két nagyon érdekes lány, akit jól megismerhetünk, hiszen sok idősíkon játszódik a történet. Egyrészt a mában, hát ez a ma, ez 2009, másrészt egészen vissza a születésükhöz, kisgyerekkorukhoz, tehát mindkettőjüket nagyon jól megismerjük. Tényleg teljesen ellentétesek, holott egypetélyűek, nagyon hasonlítanak egymásra. Egyikük egy nagyon precíz, szabálykövető, nagyon gondos. Azt is mondhatnám, hogy precizitásában azért egy átlagos jó anya, egy átlagos jó gyerek, egy átlagos jó diák, ő Két. Testvére Violet viszont, ahogy telik, múlik az idő, inkább az ellentéte lesz, egyre inkább már kinézetre se annyira hasonlít rá, kis tini korában hízni kezd, és bármennyire is helyes, csinos lányok, de azért mégiscsak kicsit igyekszik azon, hogy ne legyen olyan csinos, ne legyen konform, nem követi azt az utat, amit elvárhatnának tőle, vagy ami a képességeinek megfelelne, és így ő azt gondoljuk, hogy marginalizálódik, holott aztán nagy kérdés, hogy melyikük éli végül is a komfortosabb, kellemesebb, jobban önmegvalósító életet. Mi a szerepe a földrengéseknek ebben a történetben? A földrengés egy nagyon izgalmas dolog, mert miután így a két lány, ha lélekben nem is, de a gyakorlatban eltávolodik egymástól, és most már a mába kerülünk 2009-be. Itt egyik éjjel valóban van egy kisebb földrengés St. Louisban, aminek kapcsán ezután Violetnek látomása van, és úgy gondolja, hogy óriási világvége fog bekövetkezni, legalábbis St. Louis rommá lesz egy következő, hamarosan bekövetkező földrengésben. És ezt annyira komolyan érzi, hogy hát a médiához fordul, ezzel a bulvár sajtó felkapja, és ahogy ez Magyarországon is lenne, de Amerikában százszor annyira, őt szárnyára kapja ez a hirtelen jött hírnév, és reng tőle az egész ország, hogy ez a St. Louis-i médium ezt megjósolta. Innentől komolyabb a konfliktus a két testvér között, mivel Két teljes mértékben titkolni akarja, hogy neki is vannak hasonló képességei, és nagyon fél attól, hogy kiderül, hogy ez az ikertestvére, aki itt médiumkodik, ugyanis közben Két már más néven is él, tehát nem csak a vezeték, hanem a keresztnevét is megváltoztatta, tulajdonképpen ennyire el akart határolódni a korábbi énjétől. Hogy lesz Daisyből megint Két? No hát, végül is nem tudja megtagadni önmagát, és valóban ő is kezdi érezni, hogy itt
fog történni valami. Hú, nagyon nehéz részlethez értünk, mert az olvasóknak nem szeretném lelőni a poént előre, hogy mi is az a földrengés. Annyit mondhatok, hogy egy átvitt értelmű földrengés az, ami tulajdonképpen megtörténik, ami Kate-nek, vagy hát eredeti nevén Daisy-nek az egész világát annyira felreállítja, mondhatni, porba dönti, egy új világot kell építenie, de maradjunk annyiban talán, hogy tehát lelki síkon a családi ügyeit, a férjét, a barátait, a gyerekeit érinti ez a földrengés, és természetesen nem történt meg, hogy 2009-ben St. Louis porrá omlott volna. Sisterland, Ikerország, Curtis Sittenfeld izgalmas regényét a Tarandus kiadó jelentette meg. Gerendai Bars Ágnes ajánlotta.